A kaszkadőr mutatványok után a tömeg a Fortyugó fürdőre tért vissza, ahol különféle vetélkedők vették kezdetüket, s a hobbi szakács is megkezdte kiosztani a babgulyását. Itt használtuk ki az alkalmat, hogy néhány motorost arról faggassunk, hogy honnan ered a motorozási szenvedélyük, és mi a véleményük a találkozóról. Egy győri motoros bevallotta, hogy ő kimondottan a jó szervezésért jön el, amikor csak teheti a kézdivásárhelyi találkozóra. 6 éve már, vagy 7 éve járunk, Gyergyószemiklósra szoktunk, de mióta a Béka csinálja ezt, akkor megmondom őszintén, ez jobb motoros találkozó, mint a Gyergyószemiklós. Szépen meg van szervezve, kulturáltan, és az embereknek a szeretete sokkal jobban kisugárzik, mint azokon a vidékeken, pedig onnan jöttem el. Szóval mentem ki Győrbe, de itt valahogy jobb az ember szeretete. És honnan jött a motoros passzja, a szeretet a motor iránt? És miért tetszik motorozni? Hát én már gyerekkoromtól motorozok. Jávával kezdtem meg, Mobra, vagy mi Mobrám volt, aztán ez a harmadik motorom Magyarország, elég rég, mert 73 óta motorozom. Kollégája már valóságos veteránnak számít, ő ugyanis már az 1960-as évek óta a kétkerekűek szerelmese. Hát én, még apám annak idején vett egy Dongót, az egy olyan kicsi biciklis motor volt, na és onnétől kezdve, de az nagyon régen volt. Megvannak elégedve a szervezéseit? Persze. Béka mindig jót szokott csinálni. És ő is volt már nálunk Magyarországon a mi motoros találkozónkat, nem is egyszer. Szintén az anyaországból érkezett a következő megtermett interjú alanyunk is, aki szerénykedés nélkül elmondta, ő csak a motorját akarja mutogatni, mert az övé a legszebb. Az enyém a legszebb motor, ami itt található. Végignéztem az összeset, de csak azért jöttem el, hogy itt mutogassam az egészet. Nagyon jó az egész. Találkozol. És honnan jött a motoros szenvedélye? Hát már 2 éve motorozom. Csak úgy jött. Semmi extra. A mikrofon végre kapott fiatal csíkszeredai motorost a barátai győzték meg, hogy szóljon pár szót a benyomásairól. A kicsit hiús rác egyszer megvált a sisakjától, majd a haját is megigazítva válaszolt kérdéseinkre. Csíkszeredából jöttem, Ványa Zsolt vagyok. Hát azért bulié jöttünk, azért, hogy haverokkal együtt legyünk. Az egész motoros találkozzon, szerintem ez a lényeg, haverok, így kicsit kikapcsolódunk, ennyi az egész. Még voltál már itt? Voltam már körülbelül 4-5-ször körülbelül, de nagyon szerintem az ország az egyik legjobban sikerült motoros találkozó voltam már nagyon sokan, de szerintem ez a legjobb, nagyon-nagyon szuper. Mióta motorozol? 5 éve. És honnan jött a szenvedély a motorira? Az igazság az, hogy a haverok vettek motorot, és kipróbáltam. Hamarabb volt motorom, mint jogosítványom, de sikerült letenni azt is. Míg a motorosokat faggattuk, a szervezők előkészítették a terepet a különböző versenyek számára. Az előző évek több jól bevált sikerreceptjét kotorták elő a fiókból. Volt roncsderbi is, az áldozatot ezúttal is egy kivéhet autóroncs képezte, amin mindenféle eszközzel lehetett a hétköznapok alatt felgyülemlett feszültséget levezetni.